Hangom, én Varga Bálint vagyok. Oké, azt mondja Szabó Csaba, hogy igen, Mária is. Oké, szuper. 8 óra 1 perc, február 12-e 2021-es év, és a mai Skyway webkonferenciát megint egy olyan rövidebb fél órára terveztem, egy kis bemutatást, mindig azoknak, akik még tanulnak, akik meg akarják ismerni a Skyway lehetőséget, a milyen féle befektetések, mire várhatnak, meg ami legfontosabb, a új hírek. Néhány új híreket összeszedtünk erre a hétre is, valamennyi érdekes dolgokat, miket terveznek a Skyway-ba. Majd figyelem a szlájdokat, remélem, hogy jól fog működni az egész, mert múltkor ugye leállt. Ez olyan, hogy ki kell menni, bekapcsolni a PowerPointot, és akkor ottan forgatom. Most ez másképp működik új év óta. Egy jó információ mindenkinek, tegnap, volt egy konferenciánk a Szalár Frantésekkel, a Top Expert konferencia, az is egy rövid volt, és ami a legfontosabb így a sajtóba, hogy a következő két hétben, még nem tudják, hogy melyik nap, kell, hogy legyen egy konferencia a Junickival és a Nadezhdával, és 20-valahány téma van, de a legfontosabb téma a számunkra hogy megbeszéljék a 15. fázist, és kijelöljék a dátumot. Úgyhogy azt mondta Feri, hogy ahogy megtudja ezt az információt, majd beírja nekünk itt a Skype chatbe, és akkor majd közölni fogjuk a Facebook csoportokba is, meg ebbe a három Skype csoportba, ahova én be szoktam tenni ezeket a konferenciákat. Hogy mikor lesz a 15. fázis, ezt akkor egy két héten belül úgy látszik, hogy ez most 3 nap múlva 15-én, az hétfő. Hétfőn majd lesz egy új akció, promóció. Ezt most egy elég komoly promóció azoknak az aktív partnereknek, akik esetleg behoznak új befektetőt. Körülbelül úgy fog menni, hogy egy hónapig fog tartani, már egész márciusban, hogy első hét, ha valaki regisztrál valakit, úgyhogy ha most úgy adódik, hogy februárban van valaki beregisztrálni, vagy végefele, akkor azt ajánlom, hogy várjatok meg. Azért 15-én ezt megjelentik, hogy legyen két hét, na most ti 3 nappal elő meg tudjátok. A március 1-től, március 8-ig azt hiszem, 30% lesz a direkt bónusz, nem 15%, hanem duplája. A következő azt hiszem, hogy 28, és akkor 25 vagy 23, és akkor így valahogy, de az első hét legtöbb, és akkor csökkenni fog a következő hetekbe. Természetesen az, akit regisztrálunk, és abba a hétbe megveszi befizeti a csomagot, vagy a részletet. Erre kapjuk a jutalékot. Szóval csak a közvetlen, szponzorált, közvetlen regisztráció után lesz ilyen nagyobb jutalék. Igazából duplája első héten, ugye? Akkor még azt hiszem, hogy 8-9 napig tart ez a csomag, a Face of Future, az $500 havi részlet 10 hónapig tart, vagy egyszeri $5000. Ez egy komolyabb csomag, de ha meglátjuk egy a százzal,
akkor azt jelenti, hogy fél millió részvényünk lesz, ha kifizessük ezt a csomagot. Ha a fiamnak veszek csomagot, az regisztrálásnak számít. Ezt nem. Ha kiskorú valaki, és az ő nevükre veszük, gondolom, hogy kiskorú, ha az ő nevükre veszünk csomagot, az mindig az úgy számít, mint a mi saját magunk vettük volna meg. De ha 18 éves a kisfia és vagy kislány, akkor beregisztráljuk, és megveszük a csomagot, akkor megkapjuk a 30%-ot vissza. Ez egy nagyon jó, kár, hogy akkor nem lesz ez a 5000 dolláros csomag, mert igazából 30%-ot vissza tudnánk kapni, ez egy jó befektetés lenne. Lesznek majd még csomagok, de nem tudom, márciusra most nem említették, hogy lesz-e ez a ilyen csomagvásárlás akció. Szerintem lesz valami. Lehet, hogy lesznek kisebbek is, mert azt emlegették, hogy lesz, mert minél előbb ezt a 14. fázist be akarják fejezni. Nagyon vége fele vagyunk. Én gondolom, hogy lehet, hogy már ezt én gondolom, személyes gondolatom. Nem mondták, hogy áprilisban várható akkor végre ez a legutolsó 15. fázis. Ami nagyon fontos a 15. fázisban, hogy a 15. fázisban már várhatunk osztalékot is, ezt is a Solar Ferry mondta, meg teljesen elkészülnek a tőzsdére. Úgyhogy a 15. fázisban a három legfontosabb dolog van. Egy, hogy elinduljanak ez a 4-5 építkezés, 4-5 célprojekt, kezdjenek fizetni osztalékot, és teljesen felkészüljenek a tőzsde kimenetre. Ez a három, és még valami, nem tudom pontosan, de úgy satszolom, hogy júliusban lehet, hogy elindítsák a tokeneket. Ezek a tokenek, nem, az első tokenek nem lesznek még célprojektre, hanem úgynevezett biztonsági tokenek, és úgy következő tokeneket, amit fognak forgalomba tenni. Szóval lesz még részvénycsomag is, lesz token is. Mert ezt sokan kérdezték, hogy lehet, hogy akkor nem adnak el több részvényt. És lehet, hogy július 1-én valamit hallottam, hogy akkor akarják indítani, de ezt majd meghirdetik egy vagy két hónappal előtte. Mi van még a új információk? Még valami nem írtam fel. Tokenek és a Jonickival most leülnek. Jó, majd eszembe jut később még valami információ. Ja, igen, eszembe jutott már. Várják, hogy a Solar František és a Maslow tudjanak kiutazni Vietnámba, mert tudjátok, hogy ott van egy célprojekt, ami 100 millió dollár, és felét már kifinanszírozták a vietnámiak, és vannak komoly befektetők, akik több százezret, meg akár milliókat is be akarnak fektetni. Most ebbe a januárba volt egy befektető 600 ezer dollárral, azt hiszem, hogy spanyolból. És a Spanyolország most nagyon elindult, úgyhogy örülök, hogy egy teljesen új ország, mert kihallott idáig a spanyolokra. Én nem is tudom, hogy volt befektető, és meg a Peru is elindult. Tudjátok, hogy a spanyol elindul, akkor azok mindjárt viszik a Dél-Amerikába, ott vannak a ismerősök, meg a rokonok, meg spanyolul beszélnek. Argentina, Peru, Kolumbia, ezek az országok, Brazíliában, Portugálul beszélnek, ugye?
És azt hiszem, hogy Portugál is felkerült a egy 20-ra listára, úgyhogy ezek az országok. Nekünk ez nagyon jó, hogy vannak ilyen új országok, mert mi már sokan az ismerőseinket, ezt nem magamra gondolom, nekem van rengeteg, de sokan már körül kérdeztük, meg felajánlottuk, meg nagyon sokat már behoztunk. Nekem például az egész család, rokonság, már nincs unoka, öcsém, unoka, húgom, akinek nincs egy részvénycsomaga. Most is veszünk 3 csomagot a családba, mert voltak ugye ezek az akciók múlt hónapban. Úgyhogy ezek a új országok nagyon jó, hogy jönnek, mert ez teljesen új üzlet. Igaz, hogy 15. fázis, de itt van még ha egy a 30 vagy egy a 40 diszkonttal, az is nagyon jó, mivel itt állunk a tőzsde előtt. Most már lehet, hogy hónapokat is lehet számítani, de 1-2 éven belül biztos, hogy ki tudnak menni a tőzsdére, és ez nagyon jó befektetés azoknak, akik most fektetnek be, ugye? Egy kicsit kint voltam a mesterem, itt csináljuk a fürdőszobát a hidegen, és épp érzem, hogy megfáztam. Na, menjünk akkor tovább. Miért nem megy ez automatikusan? Aki akkor így vagy egyenként. A mi befektetésünk látszik, oké, crowd investing, és most már több mint 3 éve, ugye, több mint 400 ezer befektető. Épp ezt is ki kell javítanom, most a SolarEdge-ről beszél, hogy 200 ország és régió. Szóval nem pont mind 200 ország, vannak országok, ahol több régió, például Vietnámban is van 3-4, Nigéria is ilyen nagy országok, ahol több 10 millió nép van, meg 100 millió is, és akkor ezeket elosztották régióba. A crowd investing azt ott úgy kell elképzelni, hogy ez a mi projektunk, mert mi adtunk valamennyi pénzt, 250 dollárt, 1000 dollárt, valaki adott 100 000-et is, vagy még többet is, és mi ezzel a munkával, ezzel a tevékenységgel mi befejeztük. Várhatunk 1, 2, 3, 5 évet, mikor a cég kiépíti ezeket a célprojekteket, technológiát kifejleszti, és akkor eladja a technológiát, eladja ezeket a vonatokat, úgy mondva, és utána keletkezik egy hozam, ami osztalék, és mivel corporation, a cég ki akar menni a tőzsdére, a tőzsdén mi ezeket a részvényeinket el tudjuk adni, ha nem akarjuk megtartani, hogy kapjuk a osztalékot a következő 10-20-50 évig. Úgy, mint valaki megvette a Coca-Cola részvényt valamikor 50-60 évvel ezelőtt, és ma is kapja az osztalékot. Azt tudom, hogy a legnagyobb részvénytulajdonos, azt hiszem, hogy 20-szor, vagy ez már fel van írva valahol, vagy 50-szer több osztalékot kap, mint a igazgató és a egyik tulajdonosa a Coca-Cola-ba. Na, így fog ez nálunk is menni. Aki több részvényt vásárolt, annak nagyobb lesz az osztaléka. Jól látom, hogy forog. A mi befektetők úgy vagyunk összekötve az anyacéggel, a GTI-vel, Global Transport Investing-gal, hogy van egy közvetítő cég, azt úgy nevezzük, hogy Skyway Community, és rajta keresztül ők megvásárolják a holdingtól a részvényeket, vagyis ez papírral úgy működik. De nekünk van egy szerződésünk a Skyway Community-val, hogy mi kölcsön adjuk a
pénzt, mert nem vehetünk részvényt, mivel nincsenek a tőzsdén, és ez hivatalosan, meg jogilag így van megoldva. Kölcsön adjuk, 3 év után, ha vissza akarjuk kérni, akkor visszakaphassuk a pénzt, plusz valamennyi kamat, 3-4% kamattal vissza tudjuk kapni. Na most a cég, mikor a 15. fázist, még lehet, hogy a 15. fázisba is, és ha befejezik a sárgyai projektet, és elkezdik építeni, meg lesz nekik bevétel, nem a befektetőktől, hanem a projekt eladásból, akkor vissza tudja vásárolni ezt, szóval visszaadja nekünk a pénzt, ha ezt akarjuk. De azt mondom mindjárt előre, az nem lesz $1, ha most a átlag részvénynek ér 5 centet, akkor lehet, hogy 6, vagy lehet, hogy 10 centet fog felkínálni. Úgyhogy, de jó, ha valaki megvette 1 centért, és 10-ért eladja, az már 1000%, és itt a matek már pozitívban van. Úgyhogy ezt meg lehet majd tenni. Nem tudom, hogy az idén lehetséges, van rá lehetőség, ha valaki esetleg ezt vissza akarja ugye kérni. De akinek a 3 év elmúlott, az vissza tudja kérni a vala 4% kamattal. Ezt már mondtuk 2 héttel ezelőtt, hogy 3-5 célprojekt indul az idén, abból minimum 3 az Egyesült Emirátusokban lesz, egy meg a Vietnámot, azt mondja Feri, hogy ő úgy látja, hogy a Zidén az elindul. Ezt is mondtuk, oké. Okay. A sárgyai 400 méteres pályát most a napokban nyitják, mikor ez meg lesz nyitva, akkor a Junicki lehet, hogy haza utazik Minszbe, és akkor ottan fognak találkozni amit várunk. És májusban meg lesz nyitva a 2500 méteres a szakasz. Eztet nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy már a 400 méteres is teljesen nyitott lesz utasoknak, és oda lehet menni és utazni. Szóval megvan nekik ottan az engedély, hogy szabad utast szállítani. És ez a 2,5 kilométer is. Utána jönnek akkor a többi projektek, és én úgy látom, hogy a sárgya lesz a 0 kilométer, és onnan indulnak akkor a kikötőbe, Dubaiba, meg az a nagy projekt 130 kilométer, ami a nyugati része az országnak, ott is egy nagy kikötő van. A technológiára ugye már rengeteget hallottunk, olvastunk, nem akarok filozofálni, sózni az eszeteket, hanem egyszerűen így csak átmegyünk, hogy meglássák esetleg azok is, akik még nem látták. Egy innováció, ami nagyon fontos tudni, mert nagyon sokszor halljuk meg, nekünk is oda Facebook csoportba beteszik, hogy ilyen technológiát már láttak Vietnámban, Németországban, és akkor bedob egy olyan vonatos képet, ami fent a sineken megy. Teljesen más, mert az egy hagyományos technológia. Itten meg az a lényeg, hogy egy könnyű technológia, könnyű kis kerék, amit fel lehet emelni, ez a kerék, motor, fék egyben, és nagyon kevés energiát fogyaszt. Lehet, hogy tizedik részt, mint a hagyományos elektromotor. Nincs az a energiaveszteség, és azért ezek könnyen pörögnek, könnyen forognak, nagyon csendesek, és ami legfontosabb, 100% ekológiailag tiszta, nincs szennyeződés, és nagyon kevés energia kell hozzá, és a fenntartás is akkor nagyon kedvező. Minden más hasonló vagy hagyományos utasszállítás, meg teherszállítással is.
Egy centbe jön egy, mindjárt megmondom pontosan, az ára mondjuk rá, igen, jól mondtam, egy tonna egy kilométerre egy centbe kerül. Ha 10 tonnás 10 kilométerre elviszünk, akkor az 1 dollár vagy 100 cent. Ennyibe kerül a konténerek szállítása. És ilyen árat nem tud abszolút senki, még lehet, hogy tízszerese vagy százszoros áron mennek a konténerek, teherszállítás. Nálunk Minszben már megvan a kis gyártás, egyéni gyártás, és el van készítve a sorozatgyártás. Legalább 2 járműre, amik már megvannak. A Dubai Minisztérium, Közlekedési Minisztérium, és ez nagyon fontos, hogy nem csak egy valamilyen céggel, vagy egy valami kis országgal, hanem egy komoly-komoly országgal kötöttek minisztériummal szerződést. Itt vagyunk mi is a fiaimmal Minszbe 2 évvel ezelőtt, 2018-ban, ugye megismerték a Junickit is. A légellenállás ugye 0,065 a Unibusz, amelyik szágul 300-tól meg 500 km sebességgel egy órába, egy autónak meg egy 0,4, és sokkal-sokkal kevesebb energiát használ el. Úgyhogy, ha összehasonlítjuk, a felépítés, a fenntartás, a energia használat, kapacitás, a environmental, ez szennyeződés, biztonság, ez mind a Skyway-ba egyszerűen minden más konkurens cége, konkurens technológiára jobb a Skyway, mint a többi, mint más. Én nagyon örülök, hogy Skyway-t megismertünk még hozzá legjobb időben, még mindig legjobb idő van, még nem megy ki a tőzsdére. Tőzsdén ottan olyan nagy befektetők fogják majd vásárolni, akik milliókat, meg milliárdokat fektetnek be, és ha egy cég kimegy a tőzsdére, ami már 6-7 évig fejleszti a technológiát, kifizetett osztalékot, meg lesz 3-5-6 projekt, ami működő, és bebizonyítsák a biztonságot, akkor az biztos, hogy csak növekedni fog a zára a részvénynek. Úgyhogy nekünk lehet, hogy szerencsék van, hogy ilyen a szerződés, és mikor kimegy a cég a tőzsdére, hogy mi fél évig, mint kis befektetők, nem tudjuk eladni a részvényeket. A cég fogja, vagy ez a közvetítő cég, aki kiviszi a Skyway-t a tőzsdére, ő fogja majd szabályozni, hogy ne csökkenjen az ára. Annyit adnak el, hogy amennyi a kínálat, hogy ne menjen le az ára. És akkor egy fél év után, mikor stabilizálódik, vagy megnövekszik, nem tudjuk, lehet, hogy 2, lehet, hogy 3 dollár, már láttunk olyant, hogy kimentek 1 dollárral, és 2 nap alatt 19, vagy 16, mint a Snapchat. Egy applikáció, ha meglátjuk, amit egy fél év vagy 1 év alatt fejlesztettek, nem egy ilyen technológia. A cégnek most már van ez a saját irodája, ezt átugorodtam, 50 iroda, egy irodaház, 50 irodával, akkor Skyway Plaza, ez most volt, nincs fél éve, hogy átvették. 2 Ecotechno Park, egyik Marina Gorkába, Minsk közelébe, a másik meg Sharjahba, Dubai közelébe. Marina Gorkába most megkapták az engedélyt,
azt hiszem 40 kilométerre a gyorspályát. Ez nagyon fontos, mert itt háromszor olcsóban le tudják gyártani és felépíteni, és össze tudják spórolni azt a pénzt, mint a Dubajba, vagy Sharjahba. Két évvel ezelőtt én is elmentem oda, megnéztem az alapokat, akkor kezdtek építeni, és most már a Sheikh is meglátogatta ezeket a Unibus, meg a Unicont, ami most épül, a konténer, és itt lehet látni, hogy ott volt a Sharjahi Sheikh, aki odaadta ingyen ezt a telepet, ezt nem tudom hány négyzetméter van itt Sharjahba, hogy kiépítsék ezt a technológiát, be tudják mutatni nekik is, meg a világnak is, és ha minden rendben van, a biztonság, ez a 50-60 fok meleg, só a levegőbe, homok, mert tudjuk, hogy ott a vasút nincs, a Dubajban egyetlen egy metró van, az is nem a föld alatt, ugye, nem a homokban nem lehet építeni, hanem fölötte, és a Sheikhnak az a vágya, hogy az ő rezidencia, hogy mondják azt magyarul, ahol lakik, palota mellett ott menjen el, és akkor egy ilyen VIP unikárba fog majd utazni és meglátogatni a többi helyeket. Úgyhogy most már úgy tartunk, hogy februárban megnyitjuk, akkor májusban már 2,5 kilométert lehet utazni, és akkor indul az a 10,4 kilométer projekt, meg, ami nagyon fontos, a Unicont 130 kilométer, ami a Sharjahtól egész a Khor Fakkan kikötő, ez a nyugati része a Emirátusokba. Ezt a projektet 3 évig tervezik építeni, de nem baj, legyen sok 10 ilyen projekt, mert a Skyway szerződés az úgy megy, hogy mikor a projektet, mire a projekt kész, addig 50%-ot be kell fizetni, és hogy elkezdjék építeni, a 100% ki kell előre legyen fizetve. Lehet, hogy ez nehézséget okoz néha, tovább kell várni, de egy nagyon jó biztonság a Skyway-nek, mert nehogy úgy járjanak, nálunk ez a divat, hogy megrendeli a munkát, és mikor készen van, akkor nincs pénz kifizetni, és akkor megy a bíróság, meg mit tudom én, zálog ez az, így akkor tisztán fog működni. Én tudom, hogy ezeknek itten Dubajba nem lesz ez gond kifizetni, mert ők ilyenbe bele akarják fektetni, és akarják kiépíteni ezeket a városokat. Teljesen új városok, de rengeteg az autó, és azt is tudják, hogy nem sokáig lesz nekik is, csak egy ilyen 30-35 évig lesz a gáz, olaj, és utána át akarnak menni több 100 megawatt szolár napelemet építenek már ott a Dubai dél részén, és teljesen át akarják alakítani. A szaudarábiai üzletemberek is ott voltak a múlt hónapban, és meglátogatták ezeket a projekteket, be lett nekik mutatva. A Eri az egyik legnagyobb szaud-arábiai cég, építkezési cég, és meg voltak ragadtatva ezzel a projekttel, úgyhogy ott is nem sokára várható majd a projekt szerződések, memorandum, meg ahogy indulnak.
A Units Cure az említette, hogy Szaúd-Arábiába, Egyiptomba, Indiába és Vietnámba lesznek, a Ausztráliát is nem kell elfelejteni, lesznek az első projektek. Ausztrálok akkor fogják aláírni a szerződést, mikor elmennek Dubajba, saját szemmel meglátják, hogy ez működik, és akkor tudjuk, hogy ott a mennyi 50-60 milliárd dolláros projektek is vannak. Ami nekünk még fontos, hogy a dubai sejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ezt mindig mondom, hogy az ő képít a fiát, meg az a másik sejk, aki Abu Dhabiba, meg az elnök, azt mindenhol lehet látni. Akárhol már a repülőtéren, az utcán, minden hotelba, étterembe, ilyen bevásárlóközpontokban mindenhol lehet látni őket, és nincs olyan kisgyerek, már a kisbabák is biztos tudják, hogy ki ott a gazda. Ez egy szép kép, amit nem sokára lehet majd látni. 1-2-3 évben, egy év múlva lesznek ilyen képek ottan Dubajba, és nekik nagyon megtetszett ez a technológia, meg ilyen gyors szállítás, egyszerű, és ami nagyon fontos, olcsó. Ők fogják, biztos, hogy nem adják 1 centért, lehet, hogy 1 dollár lesz a utazás, de azzal is nagyon olcsó fognak utazni a per kilométerre, mondom csak így fejből, az emberek, és gondoljátok, hogyha annak a cégnek, aki ezt megvásárolja Skyway-tól, és akár az állam, milyen nagy kereset lesz nekik ebből. Nekik van pénzük, de még mindig szeretik a pénzt, és még mindig tudják, hogyan kell csinálni. Ide hozzák az üzletembereket, akkor a turizmust rengeteget szervezik, hogy minél nagyobb legyen. Most lesz a Expo 2021-es, ami tavaly kellett volna, hogy legyen. Remélem, hogy szabad lesz, és nézem, hogy oké, megy. Visszajön kicsit a kérdésre. Dogecoin azt kérdezi, hogy lehet-e részvényeket venni? Lehet, természetesen, igen. Bitcoinnal is, Dogecoin, van ottan több kriptovaluta, amivel lehet fizetni. Mi várjuk, hogy a mi részvényeink 1 dollár legyen az első nap, mikor kimennek a tőzsdére, és azért kell egy pár igazi projekt. Az osztalék a cég nettó nyereségéből, amit ezek a három holding, meg a RCG, nem tudom, hogy valaki tőletek fektetett a RCG-n keresztül, nálunk nem tudom, és 20% a nettó jövedelemből, nettó bevételből azt fogják kifizetni, mint osztalékig. Ez az osztalék, ahogy lesznek új projektek, meg később azt tudjuk, hogy 20-50%-ig, akár 100% is, a Juricki mindig mondja, hogy ő 100 saját projektet akarja, hogy legyen, az 100% jövedelem a Skyway-nak megy, és ez az összes, ha lesz több száz projekt, ennek a 20%-a mindig kapjuk az osztalékot. Ezért mondom, hogy biztos azt, hogy el kell adni valamennyit, hogy visszakapjuk a... De érdemes lesz meghagyni a részvényeket, hogy legyen egy passzív, az teljesen 100%-os passzív jövedelem. Igaz, hogy egyszer évente kapjuk, meg kell tanulnunk elosztani egész évre, de valakinek ez lesz a nyugdíja, én nagyon remélem, hogy az én nyugdíjam erre alapul, mert én a nyugdíjbiztosításban soha nem hittem. Igaz, voltam háborúba, és így megkaptam a nyugdíjat, de engem az soha nem érdekelt. Én mindig azt mondtam, hogy még dolgozok, még aktív vagyok, egy olyan bevételt fogok szerezni magamnak, hogy meglegyen a nyugdíj, ne az államtól kapjam azt a
200-300 euró, ami az átlag nyugdíj Horvátországba, mert tudom, hogy abból nem tudnak megélni, még az idősek se, főleg, hogyha van nekik még gyerekük, akinek kell kisegíteni. Na de azért több millió részvényt vásároltunk, meg dolgoztunk érte, nagyon sok bónuszt, eleinte 50-70%-ot visszaforgattunk, de mondom, még most is vesszük a csomagokat. Nem is azért, hogy kell még, hanem azért, hogy megmutassuk, hogy segítsük a céget. Ha valaki 100 dollárt fizet, vagy 50-et, akkor is segíti a céget, hogy minél előbb együk meg ezt a 15. fázist, és ugorjuk a tőzsdére, és az volt a cél. Na, itt van a kép, a Dogecoin, látjátok, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Tether, Dashcoin, Bitcoin, Ethereum, ezzel mindennel lehet fizetni, és jók a... Igaz, hogy most 46 dollárt fizettem, mert utaltam be bitcoint, nem is tudom mennyit, 1000 dollárt, azt hiszem. Nagyon drága volt, de itt van majdnem 50 ezer dollár a bitcoin is, úgyhogy jó, hogy lehet fizetni. Dogecoin a biztos, hogy sokkal-sokkal olcsóbb a utalás. Oké. Van-e dolgozás, és most látom, adózni, hogy kell majd itt Magyarországon. Adózás az egyszerű, az mindig úgy működik, ha valaki megkapja az osztalékot, abba az országba, nem is muszáj, ha egy országba kikéri az osztalékot, akkor meg kell mondani, hogy hol akar adózni. Ugye, mikor nyitjuk a bankot, akkor megkérdezik a bankot, most itt akartok adózni, vagy valahol más is, oda beírják. És akkor aztat meg lesz mindig ugye a brokerektől a dokumentum, és aztat akkor be tudjuk vallni adóbevallásra, és akkor arra fizessük a adót. Nálunk most a 12%-ról lecsökkentették 10%-ra, és van még egy olyan különleges adó, ami még plusz arra attól függ, hogy milyen megyébe, Zágrába például a legtöbb, de nálunk Eszéken kedvezményesebb. Úgyhogy olyan 11-11,5% van az adó. Boszniában 10% mindenhol, Szerbiában ott a sok, ott a 40-valahány is lehet, és kifizessük ezt a 10-12% adót, utána tiszta a pénz, senki semmit nem bír szólni, vehetek házat, autót, utazhatok, medencét építhetek, vagy esetleg kifizettem a kölcsönömet, vagy valamit, ugye? Úgyhogy ez így működik. Igen. Természetesen mindenki ügyésszel vagy könyvelővel beszélje meg, és mindenki saját maga. Nekünk igazából nem szabad adó tanácsot adni, én csak megmondtam, hogy működik ez nálunk. Mindenki saját felelőssége, ha nem tudja, akkor kérjen olyantól, aki ezt tudja. Mert igazából minden évben változnak ezek a feltételek, adók is, és akkor így. Na jó, vége fele jöttünk, azt mondja, hogy nagyon jó üzletben vagyunk, nekem ez a legjobb befektetésem, még mindig ezt mondom, és örülök, hogy tudok segíteni egy-két-három ilyen konferenciában havonta, úgyhogy azt hiszem, hogy jövő pénteken is tartunk egyet, lesz új információ, és akkor megosztjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép estét, és szép hétvégét mindenkinek, sziasztok! Készült felvétel, és majd YouTube-on, ha meg lesz, akkor megosztjuk.